60 dekal liszt, 1 evőkanál méz, 1 tasak élesztő, 350 ml víz, 2 teáskanál só. Összeöntjük a hozzávalókat, és szép sima tésztát gyúrunk belőle. Keleszteni nem kell. Gombócokat formázunk belőle, ne zavarjon meg senkit, én fél adaggal készítettem ezt a tésztát. Kinyújtjuk őket, körülbelül fél centiméter vastagra. Ezután bőségesen alálisztezünk, ugyanis ettől lesz zsebes a pita. Fél órára letakarjuk pihentetni. 200 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és nagyon fontos, hogy a tepsit is melegítsük elő a sütővel együtt. Hát ez lett a végeredmény, nekem egy picit túlsült, de ettől még nagyon finom volt, 1-2 perccel hamarabb is ki lehet venni. És íme a végeredmény. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!